Without any crisis, and our livestock people are, we're thinking, taking credit. When some crisis happens, then we develop questions. What's wrong? I'll ask this to some of my friends. What causes all this global economic crisis? They say greed, speculation, fear, ignorance. These are the part of the causes of this crisis. So these greed, fear, ignorance, these are the representative or emotion. So even the economy field, honest, transparent, truthful, business. So I think if we utilize our human intelligence properly when we face a crisis, we may find more positive. We find more principle, even in the economy, is something very rare. This is my amit tehát jelenleg világméretű gazdasági és kiadódását illetik a Lőszentsége beszélt a tanítása során a szekuláris etikáról. Ezt hozta a kérdés kapcsolatban ezzel a válsággal. Ezzel kapcsolatosan úgy vélem, hogy a jelenlegi válság akár pozitív hatással is járhat, hogyha megfelelő tudományos módszerekkel helyesen tudunk rájuk reagálni. Hogyha ezt a helyes reakciót sikerül kifejleszteni, kialakítanunk, akkor lehet pozitív hatása ennek a válságnak, hiszen figyelembe kell vennünk azt, hogy ha nincsen válság, ha semmiféle kilengést nem tapasztalunk, akkor hatósak vagyunk arra, hogy az élet stílusunkat, azokat a körülményeket, amelyekben élünk, magától értetődőnek tekintsük. Ugyanakkor mihez felbukkannak a problémák, hogyha kialakul egyfajta válság, rögtön elkezdjük feltenni a kérdéseket, hogy mi lehet a probléma okozója, mi lehet a baj a jelenlegi életvitelünkkel.